Hello fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és tovább fogunk forma egyezni. Ránézünk kettő darab ilyen Vajú boxra, aminek az ára 3000 forint, és kapunk érte 30 kártyát plusz egy limitált kártyát, tehát összesen kettő limitált kártyát fogunk megnézni, illetve hoztam még három sima csomagot is, csak úgy a rend kedvéért, hogy hátha sikerül ebből is valami jót bontani, mert ugye displayenként van egy limitált, úgyhogy hát, ha sikerült pont a háromba beválogatni egy olyat, amiben az van. Na most nézzük. Igen, ezek sima csomagok, és ebbe lesz szerintem az egy darab limitált kártya, amit adnak a Vajú boxhoz, úgyhogy vágjunk is bele. Van itt nekünk egy Epic Moment Charles Leclerc, aztán van itt egy PSA, Lewis Hamilton, Get in there, Let's go boys, rádióüzenettel, aztán egy Max Verstappen, egy F2-es turbocharged, Barnard, aztán egy F2-es Hero, Crawford, egy Valtteri Bottas, egy újabb rádiós üzenet, Albon, és egy paralel, egy rózsaszín paralel, mégpedig Victor Martins F2, és van még itt egy Top Savards Andrea Stella, és egy Ferrari logó. Ez lett volna az első csomag. Nézzük a másodikat. Van itt nekünk egy Villa Gomez, aztán egy Epic Moment Piastri, egy csapatfőnök az Aston Martinból Mike Crack, Sergio Perez, Winner's Circle, Fersor, egy Voisin, F3-as Hero, aztán egy Gearshift Glory, Nico Hülkenberg, egy újabb PSA, Pierre Gasly, aztán egy Top Savards Max Verstappen, és egy Oliver Bearman F2-es Stars of Tomorrow. Ezt nem tudom, hogy miért raktuk teljesen külön, de most összevegyítjük. Na nézzük a limitáltas pakkot. Teljes rombolásokban vagyok. Van itt egy újabb Charles Leclerc Epic Moment. Aztán egy turbocharged Villa Gomez, ez dupla már. Red Bull autója, RB20, aztán egy George Russell, egy Beganovic F3-os Hero, egy Durksen F2-es Hero, egy Logan Sargent Epic Moment, aztán egy Mayhem Logan Sargent szintén, és itt a limitáltunk egy Gold Esteban Ocon. Így néznek ki a limitált lapok. Egészen jó a design. Van még itt egy Champion Max Verstappen, és egy Top Savards Fernando Alonso. Na nézzük a második boxon. A koncepció ugyanez. A limitáltas marad a végére. És menjünk. Itt kezdünk egy PSA Carlos Sainz-szal, aztán egy Epic Moment Liam Lawson, George Russell, aztán még egy Epic Moment Alonso, Dennis Hauger, turbocharged, egy F3-as Hero Boya, ezek a játékhoz a kártyák, valami ott odaragadt. Hoho! Egy Charles Leclerc Signature Style. Azt a kutya mindenit. Ez így teljesen megérős volt. Victor Martinsnak a nem paralellapja, és egy Top Savards Albon. Hát egy Charles Leclerc Signature. Az durva. Itt ismét Charles Leclerc, Qualifying Masters, egy Wurz, Max Verstappen Hero, Lewis Hamilton, Victor Martins, aztán Zhu, itt ez a Circus Chronicles, és egy Gladiator, Logan Sargent. Aztán maradt még egy Mercedes badge, és egy
Champion lap az F3-asból. Bortoletó. Na, nézzük a limitáltasat, bár a Signature Style Leclerc az mindent visz. Van itt egy Epic Moment Oscar Piastri, aztán egy PSA Carlos Sainz, egy Circus Chronicle, egy F2-es Hero Mayni, aztán egy F3-as Ramos, egy Gearshift Glory, a Sauber, vagy Kik, kinek hogy tetszik, aztán egy újabb Circus Chronicles, és egy Emerald Michael Schumacher. Ez a box, ez toppos. Egy Emerald Michael Schumacher volt benne, és még egy Gladiator Ricardo, Honey Badger. És van még itt egy Top Savard Piastri és egy Ferrari badge. Hát mi volt ez a doboz? Jött belőle egy Signature, egy Emerald Schumacher, és kettő darab Gladiator lap. Nézzük a három sima csomagot. Piastri, Circus Chronicle, aztán egy Alonso, egy Epic Moment Verstappen, Turbocharged, aztán egy F2-es Hero Fersor, az autók, a Kik Sauber T44 jelű autója, aztán az Alpinos Duo, van itt nekünk egy F2-es Tio Pocher Champion lap, és az F3-as Champion lap. Nézzük, egy van még ezen kívül, egy Frederick Vasseur csapatfőnök, aztán Fittipaldi, itt egy Qualifying Master Max Verstappen, aztán egy George Russell, egy újabb Hero Barnard, egy újabb csapatfőnök James Wolves a Williams-től, Kevin Magnussen, és ezek azok a Celebration lapok. Ebből van négyféle, így adja majd ki a 20 versenyzőt, Tsunoda, Norris, Perez, Stroll és Zhou Guanyu. Aztán van még itt egy race winner, Max Verstappen és egy Tops Awards Albon. Na, az utolsó. Egy Charles Leclerc, nagyon Charles Leclerc-es lett ez a bontás, mert nagyon jó Leclerc lapokat adott. Aztán egy Circus Chronicle, még egy, ez Perez. Aztán egy Lance Stroll, aztán Shields az F3-ból, Berman az F2-ből, egy újabb Vegas Gamble Pays Off Esteban Ocon. Nézzük a paralelt, Albon Top Savardzos lapja, ezen kívül van még itt egy Sauber badge és egy Oliver Berman. Ez a három sima csomag, ez annyira nem hozta meg itt a szerencsénket. Ennyi lett volna, köszönöm szépen, ha megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.